Mint Nagy Zoltán a Bringa Akadémia képviseletében elmondta, az indulóknak 5 ellenőrző pontot kell felkeresniük, ahol különböző kerékpáros ügyességi feladatokat kaptak a szervezőktől. Ennek a lényege, hogy ugye Karcagon épültek kerékpáros utak, mindenkinek a nagy örömére, de leginkább a kerékpárosokéra, de szerintem ennek az autósok is örülnek, hiszen a kerékpárosokra kevésbé kell annyira figyelni, és ezt nagyon idézőjelben mondom, hogy kevésbé kell figyelni. A lényeg az, hogy szeretnénk a lakosság körében ezt a megépült kerékpárutat népszerűsíteni. Jelenleg 5 állomással készültünk ezen a napon, vannak ügyességi pályák, pumpapályák, kresszoktatása, kijelölt helyek. Fontosnak tartom azt, hogy a szülők már kisgyerekkorban, már otthon elkezdjék a biztonságos közlekedésre való oktatást, mert sajnos jelenleg a közoktatásban ennél itt egy picit kicsi a szerep ennek a területnek, úgyhogy nem árt, hogyha felkészítjük a gyereket, hogy mi az a jobbkész szabály, mi az az elsőbbségadás kötelező, tehát a teljesen alapoktatást, hogyha már megkezdik a szülők, akkor mi már egy valamilyen szinten segítségül tudjuk venni ezeket a képességeket, mert van mire építeni. Polgármester úr most elmondta nekem, hogy tényleg szinte minden családban van kerékpár, minden háztartásban van kerékpár, és ami engem igazán meglepett, mi Budapestről jöttünk, hogy ezeket a kerékpárokat mindenki használja is. Tehát ez egy óriási eredmény szerintem a mai világban, főleg ami történik körülöttünk a különböző energiárak elszabadulása, szerintem a jövő az mindenképpen a kerékpározás felé mutat. A nap célja egyrészt a családok körében a kerékpározás népszerűsítése volt, másrészt a megváltozott forgalmi rendek megismerése, a kialakított kerékpárutak, kerékpársávokon a szabályos és biztonságos használat elsajátítása. A gyerekeknek kell elsősorban megtanulni, hiszen feltételezzük azt, hogy a felnőttek már valamilyen szinten ismerik a kreszt, és ezt azért kiemelném, hogyha valaki kimegy a közútra, akkor alapfeltétel az, hogy a kreszt azt ismerje. Tehát tudnunk kell, mik a táblák, mit jelentenek, mik az elsőbbségadási kötelezettségek. Tehát ezek a napok, én azt gondolom, inkább a gyerekekről szólnak, hogy lássák, hogy kerékpár igenis lehet biztonságosan közlekedni, merjenek közlekedni, és ami ennél is fontosabb, hogy a szülők elmerjék engedni őket otthonról kerékpárra, és biztosak legyenek abban, hogy a gyermekük biztonságban, egészségben haza is érkezik. A szakember arra kéri a közlekedőket, figyeljék a kihelyezett kressztáblákat, és még iskola kezdés előtt a gyerekekkel is menjenek végig a szülők a megváltozott útszakaszokon, hiszen van olyan útszakasz, ahol kerékpársávokat alakítottak ki, és nem teljes kerékpárút épült. Ez mindig egy kompromisszum, egy ilyen kerékpársávnak a felfestése. Ugye, mert ha megnézzük, akkor valahol a kerékpársáv teljesen elkülönülten megy az útes mellett, de valahol kénytelenek vagyunk felfesteni, vagy az önkormányzat vagy aki ezt készíti, felfesteni az úttestre. Arra az úttestre felfestenek kerékpársávot, az autósok mellette 10 centivel vagy 5 centivel közlekednek, és itt megint az autósok felelősségét emelném ki, hogy a kerékpárosokat ne 5 centire, ne 1 centire kerüljük ki, hanem másfél méterre. Ugye volt nekünk egy ilyen kampányunk, hogy ugye másfél méterre kerüljük el a kerékpárost, és ez tényleg nem mindegy, hogy 5 centire, mert akkor nagyon könnyen el lehet sodorni egy kisebb gyereket, aki megijed, vagy tényleg biztonságosan másfél méterre. Tehát itt ez lenne a fontos. Az ezen való közlekedésnek is megvannak a kerékpáros és autós szabályai, például a másfél méteres távtartás a biciklisek elhaladása mellett, amit még a szünetben nem árt begyakorolni. Az autósokat is arra kéri a szakember, hogy nem megszokásból vezessenek, hiszen több útszakaszon rájuk vonatkozó új táblákat is kihelyeztek a kerékpárosok védelmében.